MMA edzés a Coco Gymben, a győri bunyósok biztosan ott lesznek majd május 9-én Győr-Szentivánon a Molnár Vid Bertalan sportcsarnokban rendezendő MMA gálán, ki versenyzőként, ki bíróként, megint mások szervezőként vagy nézőként. Tavaly már volt hasonló rendezvény Győrben, igaz, akkor az Eto Park volt a helyszín. Közben kialakult egy nagyon jó szövetség, egy nagyon jó háttér, a Hungarian Fight Champions és a Magyar MMA Premium MMA Ligának a háttérébe alatt dolgozunk, és ennek a két szövetségnek az égisz alatt szeretnénk csinálni egy profi MMA gálát itt Győrbe. Ez lesz a 9. HFC, azaz a Hungarian Fight Championship következő felvonása. A rendezvény egyik főszervezője Kókai Gábor lesz, aki ha kell edző, ha kell tulajdonos, és ha a szükség úgy hozza, rendező is. Egy szóval, ő a győri MMA élet mindenese. Nagy örömömre szolgál, hogy együtt dolgozhatok vele ismét, itt helyszínen, itt Győrben. Ugyan most nem az Eto Parkban, hanem egy másik helyszínen, a Vid Bertalanban fogunk együtt dolgozni. De azt gondolom, hogy ez is azért van, mert nagyobb helyre megyünk. Lennáljuk az ellenfél, ez nem egy jó pozíció. Ebből kéne mindenféleképpen menekülnünk valamilyen irányba. Kókai Gábor most is aktívan MMA-zik, és emellett szabadidejében a sportág népszerűsítésével is foglalkozik. Hazánkban ő az egyik úttörője a ketrec harcnak. Én ökivel kezdtem annak idején, és ugye jöttem erre a sportág fele, akkor még nagyon gyerekcipőbe járt az egész itt Magyarországon. Most egyre jobban bízom benne, hogy a két szövetség által azért majd komolyban fog ez menni. Profizmus fele próbálunk menni, minél jobban Amerika fele. A Győr-Szentiváni gálán két helyi bunyós lép majd ketrecbe. Rajtuk kívül a Coco Gym több versenyzője is részt vesz a szervezésben, és természetesen a bírák között is találkozhatunk győriekkel. És hogy hogyan lesz valaki bíró? Volt profi meccsem, volt amatőr meccsem, kisebb-nagyobb sikerekkel. Magyar bajnok második helyzet vagyok. Benne vagyok a HFC-nek a bírói tímében is. Inkább befelé az irány felé tájolottam, mivel hogy megsérült érdem, és így pihentetnem kell, regenerálnom kell, ezért inkább a bírói témát választottam, és pontozó bíróként vagyok benne. A Győr-Szentiváni gálán több mint 10 mérkőzést rendeznek, a gála nívóját jól mutatja, hogy nem csak magyar, hanem külföldi bunyósok is érkeznek a megmérettetésre.